Már 300 településen nyújtunk kikapcsolódást családoknak és üzleti partnereknek egyaránt. Jelen vagyunk otthonában, és már otthonán kívül is. A 100%-ban magyar családi vállalkozásunk több mint negyed évszázada ügyfeleink bizalmából építkezik, hazai értékek mentén. Televízió, internet, telefon. Egyedi távközlési megoldások. TAR. Itt a Szexádi UFC stadionjában, a közöccsoportban a Szexádi UFC és a Metro Foci Korlátok Felelősségi Társaság csapatai között. A mérkőzés játékvezetője dr. Jakab Géza, segítői Jövés Milán és Lénár Márkos sportársa. A vendégek biztos összeállítása a következő. Egyessel Garangó Bicsada Áron, 4-essel Tóth Imre, 8-essel Vajna Martin János, 9-essel Badolek Zoltán, 10-essel Garda Rúgó, 11-essel Szűr Zsolt, 12-essel Lukács Márkos, 13-essel Rakóczi Zoltán csapatkapitány, 14-essel Sziókban Zoltán, 16-essel Gémes Bence, 17-essel Szél Kristóf Rózsa. Cserejátékosok, 2-essel Bámoszki Dániel, 3-essel István László, 5-essel Csutik István, 6-essel Patai Balázs, 7-essel Tóth Timoteus, 15-essel Takács János Dávid, 22-essel Veredői Konrád. A mai napon a vezetőedző Kolozsvári János helyett Léhes Tibor irányítja a vendégegyüttest. A vendégegyüttes összeállítása következő. A kapuban 90-essel Filipovics Bálint, 3-essel Károly Viktor, 9-essel Tős Péter, 14-essel Léko Roland, 16-essel Nagymárod Jörgő, 18-essel Márton Erik, 20-essel a csapatkapitán Orena Ármi, 23-essel Dalos Máté, 32-essel Kovács Dávid, 92-essel Budai Dávid, 98-essel Hegedűs Márk, cserejátékosok, 89-essel Szűcs Krisztián, 8-essel Tóri Tamás, 22-essel Kozics Bernabás, 28-essel Freininger Patrik, 45-essel Klondok József, 78-essel Lász Ferdinand, 77-essel Beta Csongor. Az együttes vezetőedzője Klondok János. Yeah!
Az első födőben, sőt az a mérkőzés nagy részében sikerült megvalósítani azokat az elképzeléseket, amivel pályára léptünk. Tulajdonképpen egy dolgot sajnálok, hogy nem sikerült megszereznünk a győztes gólt. Tulajdonképpen azon kívül, amit csináltunk, azzal helyjel közel rendben volt akár a labdabirtoklásunk, akár a labdavesztés utáni játékhelyzeteknek a lereagálása. Tulajdonképpen a mérkőzés vége felé, amikor egy picit fejetlenné váltunk, akkor volt az ellenfélnek lehetősége akár a győzelem megszerzésére is, de örülök azoknak, akik most lehetőséget kaptak, hogy nagyjából élni tudtak vele. Móra halomra. Remélem, hogy korábban kezdünk, mint ma, mert tehát világító labdával kellett volna játszani szerintem a második félidőbe. Én gratulálok annak, aki kijelölte ezt a mérkőzés kezdési időpontot. Nem tudom, hogy ki mennyit látott a második földőből, elég keveset. Filipánics Bálint vagyok, Győriató FC-ben nevelkedtem, ott voltam 9 évig. Egyszer másfél évig Gyirmóton kölcsönben, majd Balatonfüreden játszottam NB3-ban. A legutóbbi klubom a BFC Siófok volt, ott 2 évig védtem, és most nyáron érkeztem ide Szekszárdra. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Arra számítottunk, hogy az elején meg tudjuk szerezni a vezetést, és akkor sokkal könnyebb dolgunk lett volna. Hát sajnos ez nem sikerült, de örülünk annak, hogy nem kaptunk gólt, és egy pontot tudtunk így is szerezni. Hát megmondom őszintén, nagyon-nagyon szerettünk volna nyerni, és úgy is készültünk. Egy pont sikerült, majd jövő hétvégén javítanunk kell. Az igazság az, hogy nehéz mérkőzésre számítottunk. Talán egy kicsit be is szorultunk a mérkőzés elején, de azt gondolom, hogy stabilak voltunk hátul. Talán a pontrugások és ezek a fölévelt labdák jelentettek igazán veszélyt a
kapunkra egy biztos, hogy a Szekszárd többet birtokolt a labdát. Többet tettek valószínűleg a győzelemért, de az első fél időben. A második fél időben már azt látom, hogy egy kicsit, főleg a 70. perc körül, nem vagy megfáradt egy kicsit az ellenfél, vagy nem mert már olyan bátran kijönni a támadásokhoz. Azt láttam, hogy ezek a kontráink már a vége felé elég jól ültek. Hát egy kis szerencsével a szabadrugás után azt mondom, hogy még talán nyerhetünk is volna. Nem vagyok abszolút elégedetlen vagy tehetetlen, mert idegenben azt mondjuk, hogy mindig jó az X, most is azt mondom, és talán igazságos is a döntetlen. Jövő héten otthon játszunk az Iváncsával, épp most néztük az eredményt. Az Iváncsa 2-1-re megverte a Dunai várost, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Annyit a mai mérkőzésre visszakanyarodva még, hogy a második fél, azt hiszem 70. percében volt a kitörő csatárunkat, két kézzel elrántotta a Szekszárnak a középső védője. Nem tudom, hogy a játékvezető még szabálytalannak se látta. Én azt gondolom, hogy ott azért komolyan belenyúlt a mérkőzésbe. És hát összességében azt láttam, hogy talán kicsit erősebben megfújta a hazai pályát, mint kellett volna.